Sziasztok, Pető Attila vagyok, a Kressz professzor, és a Kressz TV mai adásában egy folytatással találkozhattok, hiszen a legnépszerűbb filmünk az volt, amikor megbeszéltük, hogy B-kategóriás jogosítvánnyal mit vezethetek. Nagyon sokan kértétek, hogy ismételjük át az összes többi jármű kategóriát, hogy tulajdonképpen ha jogosítványban van egy betűjel, egy A, B, C, D, akkor ez igazából mit jelent, mit lehet vele vezetni, úgyhogy a mai adásban ezt szeretném pontosítani veletek. Kezdjük először a motoros kategóriákkal. Mondhatom úgy is, hogy a legkisebb kategória az AM kategória, amely alapvetően segédmotoros kerékpárok vezetésére lesz jó. Tudjuk, remélem, hogy a segédmotoros kerékpár eleve nem gépjármű, tehát autópályára például nem hajthatunk fel ilyen járművel. Ugyanakkor, ami jó benne, hogy 14 éves kortól már megszerezhető. Azt sem már tudni, hogy egyébként autós iskolában már az életkor előtt fél évvel beiratkozhatunk, tehát gyakorlatilag a születésnapunkra meg is lehet ez a vezetői engedély. Hangsúlyozom, ez az úgynevezett AM, vagy régen úgy hívtuk, hogy segédmotoros kategória. Ha motorozni vágyunk, akkor háromféle motorkerékpár kategória közül választhatunk, és azért jó tanácsként hadd mondjam el, hogy érdemes, ha valaki még nem motorozott, inkább egy kisebb kategóriával kezdeni, mert bizony nagyon nagy motorra ráülve kellemetlen percénk is lehetnek, akár már az oktatásban is. Ha A1 kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezünk, ami egyébként már 16 éves korban megszerezhető, akkor 125 köbcenti vagy annál kisebb motorra ülhetünk fel, illetve van egy teljesítmény határ is, ami 11 kW vagy 14 lóerő. Illetve motoros cicikli esetében ez az érték 15 kW, illetve ennél kisebb motorokra vonatkozik. Hogyha ennél nagyobb motorra vágyunk, akkor bizony meg kell várni a 18 éves életkort, hiszen ekkor szerezhetünk úgynevezett A2-es kategóriát, amely 35 kW-ig, azaz 46 lóerőig ad lehetőséget motorkerékpár vezetésére. Itt, ha megfigyeljük, nincsen hengerűrtartalom előírva, illetve még annyit megjegyeznék, hogy a régi A-korlátozott vezetői engedélyek megfelelnek ma már az A2-nek. Ha a jogosítványt kicseréljük, meg is látjuk, hogy átírják az A-korlátozottat A2-re. Hogyha az elmondottaknál nagyobb motor vezetésére vágyunk, akkor viszont az A kategóriát kell megszerezni, és akkor így gyakorlatilag korlátlanul bármilyen motorkerékpárt vezethetünk, nem csak kétkerekűt, hanem 15 kW feletti tricikliket is, illetve quadokat is. Itt viszont az életkor a 24, tehát ez azt jelenti, hogy 24 éves korba szerezhetjük meg elvileg leghamarabb az A kategóriás jogosítványt, bár erre van egy pici kiskapu, mindjárt elmondom. Előtte azonban hadd hangsúlyozzam ki azt, hogy természetesen a nagyobb kategória érvényes a kisebbre is, tehát A-val mindenféle motort vezethetünk, A2-vel A1-et és AM-et, és természetesen A1-jel AM-et, plusz ne felejtsük el, hogy a motoros kategóriákra is érvényes az, hogy lassú járművet, kerti traktort, segédmotoros kerékpárt említettem, illetve lovas kocsit is, állatérővel vontatott járművet is hajthatunk, viszont mezőgazdasági vontató vezetésére nem lesz jó, ahhoz legalább B-kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkezni. És hogy hogyan lehet 24 éves kor alatt megszerezni az A-kategóriát? Nagyon egyszerű, 18 évesen be kell iratkozni egy A2-es tanfolyamra, és hogyha megvan a 2 éves A2-es vezetői engedélyünk, akkor mehetünk utána A-kategóriás tanfolyamra, tehát figyeljünk erre, hogyha előbb szeretnénk, akkor egy fokozatosságot kell betartani. Egyébként, hogyha valakinek van A1 vagy A2-je, megcsinálja, és 2 éven belül vagyunk, akkor gyakorlatilag egy könnyített tanfolyammal, elméleti tanfolyam és Kressz vizsga nélkül, csak gyakorlati vezetéssel és gyakorlati vizsgával is megszerezhetjük az A kategóriát. Következő jármű kategória nem olyan régi kategória, ez a B1-es kategória, gyakorlatilag négykerekű motorkerékpárok, illetve mondhatom, hogy quadok vezetésére alkalmas, a B1-et is meg lehet szerezni 16 éves kortól, viszont quadot csak 400 kg-ig vezethetünk ilyen vezetői engedéllyel, tehát aki ilyen járműre vágyik, az megcsinálhatja a B1 kategóriát, hangsúlyozom, 16 éves kortól. Hát a B kategóriát legutóbbi adásunkban kiveséztük, megbeszéltük,
beszéltük, hogy 17 éves az alsó korhatár, illetve alapvetően 3,5 tonnáig jó személygépkocsi, kistergépkocsi vezetésére, sőt, ezután könnyű pótkocsit is köthetünk, sőt, nehéz pótkocsit is, de akkor a járműszerelvény nem lehet nagyobb 3,5 tonnánál. És mi van akkor, hogyha nagyobb járművet, nagyobb pótkocsit szeretnénk egy személygépkocsi után kötni, akkor bizony kevés lesz a B kategória. Létezik egy úgynevezett B96-os kategória, sőt nem is igazából önálló kategória, egy 96-os kiegészítő szám a jogosítványba, ami azt jelenti, hogy a járműszerelvényünk, személygépkocsi és egy nehéz pótkocsi maximum 4250 kg lehet. És hogyha ennél nagyobb pótkocsi vezetésére vágyunk, akkor kell az úgynevezett BE kategória, ezt viszont már csak 18 évesen szerezhetjük meg, ebben az esetben 3,5 tonnás személygépkocsival, kistergépkocsival vonthatunk egy 3,5 tonnás pótkocsit, tehát az egész járműszerelvény akár 7 tonna megengedett legnagyobb össztömegű is lehet. Tehát ez az úgynevezett BE kategória. Érdekességképpen, hogyha személygépkocsi után ennél nagyobb pótkocsit szeretnénk kötni, mondjuk egy 4 tonnás vontatmányt, ahhoz már legalább C1E kategória kell. Következő kategória a C1-es kategória, amihez szintén 18 éves kor legalább kell, illetve előfeltételként legalább egy B kategória. Evel viszont vezethetünk tulajdonképpen tehergépkocsikat 3,5 tonna fölött, de csak 7500 kg-ig. Természetesen ebben is lehet személyt szállítani, maximum 9 fő lehet vezetővel együtt, illetve könnyű pótkocsit köthetünk utána. Hogyha az ilyen tehergépkocsi az kis tehergépkocsi az, vagy közepes méretű tehergépkocsi, az így is nevezhetem, tehát 7,5 tonnáig nehéz pótkocsit szeretnénk kötni, akkor meg kell szerezni a C1 plusz E kategóriát, és ilyen esetben a járműszerelvény akár 12.000 kiló, tehát 12 tonna is lehet, illetve BL-nél már említettem, hogyha a 3500 kg-nál nagyobb pótkocsival szeretnénk haladni, akkor C1-E kategóriával ezt kibővíthetjük, illetve azért jó még a C1 plusz E kategória, mert mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival is vezethető. Következő kategóriát, amit megemlítenék, maga a C kategória, ezt a legtöbben ismerik, tehergépkocsi vezetésére gyakorlatilag korlátlan tömeggel alkalmas ez a jogosítvány. Viszont ami a rossz hírem, egyrészt, hogy kell B kategória hozzá, másrészt pedig legalább 21 éves életkor, bár itt van egy kitétel, hogy 18 éves korban megszerezhető, de akkor kizárólag Magyarország területén használható. Aztán a CE kategória, mindig azt szoktam mondani, hogy ez a legértékesebb vezetői engedély, tehát gyakorlatilag bármekkora tehergépkocsi, bármekkora pótkocsival vontatható, nyilván visszafele is kompatibilis, tehát C1 plusz E vagy B plusz E jármű is vezethető ilyen járművel. Sőt, elmondom, hogyha valakinek van buszvezetői jogosítvány, ez a D kategória, és van CE, akkor a busz után is köthet bármekkora pótkocsit. Van egy úgynevezett D1 kategória, mondhatnám úgy is, hogy ez a kisbuszok vezetésére alkalmas. Kisbusznak ilyen szempontból a maximum vezetővel együtt 17 személyes, illetve 8 méternél rövidebb buszokat hívjuk. Azért értékes a D1-es jogosítvány, aki csak ilyen kisbuszról álmodik, mert előfeltételként nem kell csak B kategória, majd D-nél külön megemlítem nagy buszok vezetéséhez, előfeltételként meg kell csinálni a teherautós jogosítványt is. D1-jel együtt is létezik E kategória, ami azt jelenti, hogy D1-vel a D1 kategória plusz nehéz pótkocsi vontatható, és itt nincs az a bizonyos 12.000 kg-os megengedett legnagyobb ösztömegű tömeghatár, ami a C1-nél szerepelt. És akkor a D kategória, a buszvezetésre alkalmas jogosítvány, amihez kell a C kategória is, tehát ha valaki buszozni akar, annak meg kell lenni a B-nek, a C-nek, és utána a D kategóriának, ráadásul alaphelyzetből buszvezető jogosítványhoz csak 24 évesen juthatunk, illetve itt is van egy olyan kitétel, hogy Magyarország területén akarunk buszozni, akkor 21 éves kor alatt megszerezhető, gyakorlatilag bármekkora busz könnyű pótkocsival vontatható, és hogyha a buszhoz nehéz
egész pótkocsit akarunk kötni, tehát 750 kg-nál nagyobb pótkocsit, akkor meg kell szerezni a DE kategóriát, viszont a DE kategóriával, ha van C kategóriánk, nem vezethetünk CE kategóriás járművet. Tehát elég bonyolult ez, itt a háttérben azért látjátok, táblázatos formában is megjelenítem ezt, nézzétek, gondolkodjatok rajta. Talán érdekességképpen megemlíteném még azt, hogy trolibusz kategória is létezik, itt 20 év a korhatár, és természetesen trolibusz vezetésére jogosít fel. Hát remélem sokat tudtam ezzel segíteni, és így lett teljes a sorozatunk, amelyben bemutattam a magyarországi vezetői engedély kategóriákkal való vezethetőséget. Igazán az az értékes, hogyha valakinek A-tól D-ig megvan a jogosítványa. Szoktam kérni, és itt nyugodtan kommentbe dicsekedjetek ezzel, ha valaki ilyennel rendelkezik. Köszönöm a figyelmet, és nagyon-nagyon remélem, hogy ma is sokat tudtam segíteni. Persze figyeljétek az adásunkat, rendszeresen fogunk jelentkezni. Ha lehet, iratkozzatok fel, mert akkor semmiről nem fogtok lemaradni. Sziasztok!